A Windows lassulásának, szétesésének számos oka lehet, azonban az egyik nagyon gyakori ok a különböző programok telepítése a számítógépre. Miért okozhat gondot az, hogyha egy programot telepítünk a számítógépre? Hát ez számos okból is problémát jelenthet. Az egyik ok, hogy már a telepítés során is átmeneti fájlokat, amelyek aztán végül nem kerülnek törlésre, hozhat létre különböző könyvtárakban, valamint a regisztrációs adatbázisban is elhelyezhet bejegyzéseket. Illetve ugye a telepítés végeztével hiába állítjuk be, hogy mi hova szeretnénk, hogy telepítse, hát valóban oda is fogja telepíteni, azonban ettől függetlenül további fájlokat is elhelyezhet, például a Program Files-ban, vagy a Windows könyvtárban, vagy még egyéb helyeken is. És természetesen ugyanúgy a regisztrációs adatbázisban is elhelyezhet további bejegyzéseket is. Hát ez még önmagában nem is lenne olyan rettentő nagy probléma, hiszen ezzel gyakorlatilag csak helyet foglal a Winchesteren, viszont nem túl ritka, hogy a programok a szabályos törlésük után is, tehát nem csak fogjuk kézzel kitörőjük az adott könyvtárat, hanem szabályosan törőjük, még azután is maradhatnak a regisztrációs adatbázisban bejegyzések, növelve ezzel a méretét, ami hát azért, hogyha irreálisan nagyra nő, akkor nem biztos, hogy annyira egészséges, illetve különböző fájlokat is meghagyhat a már említett Program Files-ban, vagy Windows könyvtárban, vagy egyéb helyeken, és ugye ezzel hát helyet foglal, illetve teleszemeteli a Windowsunkat. Ezt részben kerülhetjük azzal, hogyha olyan programokat használunk, amelyeknél nincsen szükség telepítésre. Hát szerencsére azért nagyon sok programnál, program esetében lehet találni olyan alternatív változatot, amelyek nem igénylik a telepítést, vagy hogyha mindenképpen fel kell telepíteni, akkor feltelepítjük, viszont hogyha a Windows-t újra is kell telepíteni, akkor ezt az adott programot nem kell újra telepíteni, hanem egyszerűen csak elindítjuk és működni fog. Persze ehhez arra kell ügyelni, hogy a telepítés során ne az alapértelmezett Program Files könyvtárba telepítsük, hanem mondjuk például hozzunk létre egy programok könyvtárat, nekem ugye is itt a címekhajnon található, és abban szépen kategorizálva, hogy éppen az adott program mire jó, kategorizálva elhelyezzük az egyes könyvtárakban. Ugye itt van nekem egy grafika, abban van például a GIMP, aztán van internet, programozás, rendszer, és ezekben el lehet szépen helyezni az adott programokat. Így, hogyha a Windows-t újra is telepítjük, természetesen nem formázzuk az adott meghajtót, hanem csak a Windows-t újra telepítjük, hát akármilyen okból kifolyólag, akkor ezek a programok itt vannak, és hát, hogyha olyat telepítettünk, ami nem igényli az újra telepítést, akkor utána egyszerűen csak elindítjuk. Ugye ezzel rengeteg időt is megspórolunk, hogy a Windows telepítése után, ami hát önmagában a Windows telepítése nem is olyan rettentő sok idő, viszont ugye hát a programok újra telepítése, esetleges letöltése, telepítése, beállítása már lényegesen több időt, több órát, adott esetben akár napot is igénybe vehet, viszont hogyha olyan programokat választunk, amelyeket nem kell újra telepíteni, akkor egyszerűen csak fogjuk és használatba vesszük a Windows újra telepítése után. Tehát ez ugye nem kell mondanom, hogy mennyire előnyös tud lenni. Aztán, hogyha most szeretnénk először telepíteni, akkor célszerű arra ügyelni, hogy megnézzük azt, hogy esetlegesen van-e belőle telepítés nélküli változat. Hát ugye ezt két módon is megnézhetjük. Egyrészt magánál a szoftver készítőjénél, a weboldalán megnézzük, hogy van-e olyan verzió, amit nem kell telepíteni. Ha például van a FileZilla nevezetű program, ami egy FTP kliens, egyébként elég jó, abból például van telepítés nélküli változat is. Tehát most beírjuk, hogy most nekünk a FileZilla-ra van szükségünk, akkor rákeresünk valamelyik keresőben, és akkor jelen esetben ugye itt van a legelső találat,
hogy FileZilla, és akkor ebből nekünk a kliens verzió kell. Na és akkor láthatjuk, hogy itt van a Windows, és van egy setup változat, egy telepítős ugye, és van egy zip-be tömörített változat. Hát mivel láthatjuk, hogy egy setup, akkor feltételezhetjük, hogy a zip-be tömörített az talán nem telepítős. Hát nézzük meg, töltsük le. Kell egy kis idő, míg elindul a letöltés. Oké. Elkezdte letölteni, néhány pillanat múlva is töltődött. Most ezt megnyitjuk. Akkor itt látható, hogy FileZilla, ezt ki kellene tömöríteni. Hát van itt nekem egy internet könyvtár, ugye hát célszerű egy FTP klienst oda helyezni. Így fogom, ide belehúzom. És elkezdődik a kitömörítés. Hát most másolás némén fut, de hát ettől függetlenül itt egy tömörítés is zajlik. No, elkészült. Kitömörítés, illetve másolásra került. Most megnézzük akkor. Futtatás. És szépen el is indult itt nekünk ez a program, anélkül ugye, hogy telepíteni kellett volna. És ezzel ugye egyrészt megkíméltük magunkat a telepítés folyamatától, illetve hát kíméljük a Windows-t is, ugye kevesebb átmeneti file keletkezik, esetlegesen kevesebb regisztrációs adatbázis bejegyzés, és a többi. Ettől függetlenül ugye azért az előfordulhat, hogyha nem is telepítettük, de elindítás után azért elhelyezhet különböző fájlokat itt-ott. De hát még mindig jobb, mint hogyha telepíteni kellett volna. Jó, hát akkor ezzel azt hiszem, hogy ezt a részét megnéztük, és akkor még a telepítéshez kötődik, hogy manapság nagyon nagy divat lett az, hogy a programokban, programtelepítőkben különféle további programokat is elhelyeznek, amik szintén telepítésre kerülnek, ha nem vagyunk elég figyelmesek. Hát ugye talán már mindenki látott olyat, hogy mindenféle toolbart, esetlegesen víruskeresőt ajánlanak fel telepítésre, vagy akár már olyan is előfordul, hogy a telepítést egyszerűsítendő, hát nem is egyértelmű, hogy melyik lépésnél lehet beállítani azt, hogy mit szeretnénk, illetve hova szeretnénk telepíteni, hanem mondjuk van egy egyéb beállítások gomb, ami hát nem ritkán, nem túl feltűnő. És hogyha óvatlanok vagyunk, akkor mindenféle vackot feltelepítünk a gépünkre az adott program mellett. Hát erre egy példa, illetve mutatok többet is, például a Flash Player, hogyha rákeresünk mondjuk a Google-ben, és beírjuk, hogy Flash Player, akkor talán ez lesz az. Ja, igen, csak ugye most engem itt figyelmeztet arra, hogy a Chrome az tartalmazza. Na jó, akkor nézzük meg a Firefoxban. Tehát Flash Player. És akkor talán ez lesz az. Igen. Na és akkor erről beszéltem, hogy itt már láthatjuk is, hogy letöltésnél felajánlja nekünk azt, hogy a McAfee nevű víruskeresőt feltelepíthetjük. Itt láthatjuk, hogy ez install opcionális, szerencsére. Viszont, hogyha nem figyelünk eléggé, akkor ezt simán letöltjük vele a Flash Playerrel együtt. Úgyhogy ez nem kell, és akkor innentől kezdve, hogy így töltjük le, és telepítjük, akkor nem kapjuk meg ezt a programot. Persze, ha szükségünk van, akkor le is tölthetjük, de hát én nem nagyon rajongom az ilyen kiegészítő dolgokért, ezért én nem is szoktam letölteni.
Az egyik eset az ez. Aztán a következőkben egy programot fogunk majd használni a különböző dolgokra, viszont sajnos az is tartalmaz mindenféle, hát nem feltétlenül szükséges kiegészítő programot, úgyhogy azt is megmutatom. Ez pedig a Startup Tuner nevű program. Mégpedig itt a második oldalon, a készítő oldalán, nézzük meg ezt. Ezzel a programmal különféle dolgokat fogunk elvégezni, azonban először ehhez ezt töltsük le. Oké. Indítsuk el a telepítést. Next. Elfogadjuk a felhasználási feltételeket, megint next. És akkor ugye itt beszéltem arról, hogy telepítésnél, hát ne a Program Files-ba tegyük, mert akkor, hogyha a Windows-t újra telepítjük, a Program Files az törlésre fog kerülni, illetve minden, ami benne található, tehát Browse. És akkor a programokba telepítsük. Mégpedig, mivel ez egy rendszer jellegű alkalmazás, ezért oda kellene telepítenünk. Next. Hát itt ezt ízlés szerint állíthatjuk, hogy az asztalon hozzon létre ikont, vagy ne hozzon létre, vagy gyors indító ikont. Hát a gyors indítót azt akár lehet engedni. És a következő oldalon, hát jön az, amiről beszéltem, hogy egy toolbart akar feltelepíteni. Itt látható install, illetve még azt is megtenné, hogy beállítja nekünk a kezdő oldalunkat, aztán még a keresésbe is belepiszkálna. Hát én ezt nem nagyon szeretem. Hát aki szeretné, az beállíthatja, de én nem nagyon szeretem, mert ráadásul rengeteg program megtenné ezt nekünk, aztán a végén már össze-vissza felülírják egymást, a böngészőt is teleszemetelve, úgyhogy hát én ezt nem igazán javasolnám. Hát ezt vegyük ki, next, és akkor a telepítés szépen elindul. Oké, finish. És hát akkor ugye itt, hogy hát szeretnénk a programhoz megkapni a sorozatszámot, hogy használhassuk ingyen, akkor itt meg kell adni az e-mail címünket. Hát én ezt most kihagyom, megnézzük, hogy egyelőre elindul-e nélkül is. Mert hogyha esetleg ugye nem tetszene, akkor hát fölöslegesen ne adjuk ki az e-mail címünket mindenkinek. És akkor van tovább tesztelni, ezzel megnézhetjük. Hát itt szintén a következőnél ugye a programfrissítés és a hírek újdonságokat is kérhetjük. Hát ez egyéni döntés kérdése. Oké. Na, és akkor ez a program kötődik a következő dologhoz, amit meg kellene néznünk. Ez pedig az a probléma, hogy vannak programok, amelyek nem csak akkor indulnak el, amikor mi elindítjuk őket, hanem már a Windows indulásával automatikusan elindulnak. Így memóriát és processzort is használnak. És ugye ez már adott esetben érezhető lassulást okoz, főleg, hogyha több ilyen programunk van. Ezért meg kell fontolni, hogy melyek azok a programok, amelyeket szeretnénk, hogy automatikusan induljanak, illetve ugye a háttérben fussanak is. Ugye ez lényeges szempont lehet, éppen ezért célszerű ezt jól beállítani. Ezt már egyébként a programok telepítése során is be tudjuk állítani, illetve utólag is, vagy hogyha szeretnénk, akkor akár egyetlen helyről, egyetlen programból is tudjuk ezt szabályozni. Mégpedig azért töltöttük le ezt a programot itt, mert ennek is van egy ilyen funkciója, mégpedig az autostart bejegyzések szerkesztése néven fut itt. Ha kattintunk rá, akkor ez el is indul. És láthatjuk, hogy jelenleg van egy ilyen, hogy start menü. Ezt
mi hozzuk létre, ide kerülnek azok, amiket mi hozunk létre, parancsikon formában. Nekem itt a Free Commander automatikusan elindul, amikor a Windows-t elindítom. És láthatjuk, hogy van mellette jelölő négyzet, hogyha ebből kivesszük a jelölést, akkor innentől kezdve a Free Commander nekem nem fog elindulni automatikusan. Aztán van egy ilyen, hogy Run szakasz. Hát ezt általában a programok telepítésük során szokták szabályozni. Például van a Windows Defender, ez ugye egy ilyen Windows-os vírus kereső jellegű dolog a Microsofttól. Ez is automatikusan elindul. Aztán van itt még egy rész, itt például a Google keresőnek a frissítés szolgáltatása automatikusan elindul. Ezt is kivehetjük. Aztán van ez a Windows Welcome Center, ezt is ki tudjuk kapcsolni, akár. Ez akár a Google Update-et is. Na most arra azért figyeljük, hogy óvatosan kapcsolgassuk ki ezeket, mert valamire ténylegesen szükség van. És láthatjuk is ugye, hogyha kiválasztjuk valamelyiket, akkor ugye itt látható, hogy mit indít el, milyen programot. Ugyan itt szintén látható. Hát, mondom, amelyiket gondoljuk, azt kikapcsolhatjuk. Tehát ezeket ki tudjuk itt kapcsolgatni, de mondom azért arra figyeljünk, hogy olyat kapcsoljunk ki, amiről biztosan tudjuk, hogy nem lesz rá szükségünk. Tehát odafigyeléssel kapcsoljuk ki ezeket. Viszont fontos lehet kikapcsolni, ha tényleg nincs rá szükségünk, mert akkor ne terhelje a számítógépünket. Aztán van ez, ugye az autostart, bejegyzések, és van egy másik rész, a szolgáltatások. Na hát itt van több minden, amelyek szolgáltatásként indulnak. Hát láthatjuk, hogy jelenleg miket találhatunk itt. Hát most itt még nagyon sok minden nincsen, mert még itt nincs sok minden feltelepítve, sok olyan program, amik szolgáltatásként futnak. Éppen ezért most fel fogunk telepíteni egy víruskeresőt, hogy lássuk azt, hogy milyen az, amikor valamit feltelepítünk, és szolgáltatásként az el fog indulni. Hát legyen ez a víruskereső az AVG, például. Beírom az AVG, hát itt most fel is ajánlja nekünk a különböző találatokat. És hát vagy a magyar oldalról, vagy az eredeti angol oldalról is letölthetjük. Hát legyen a magyar oldal most. AVG ingyenes változat. Igen, és akkor töltse le most. És választhatunk, hogy 32 vagy 64 bites a Windows-unktól függően. Hát most a 32 biteset választom. Jó, hát látom, itt mindenképpen meg kell adni, hogy hol használjuk meg egyéb dolgokat. Most ezzel nagyon nem foglalkozom, majd valamit beállítottam, aztán kész. Igen, lehet a letöltés. Futtatás. Jó, kitömöríti. És akkor a telepítés elindul. Jó, elindult végre a telepítő. Elfogadjuk a felhasználási feltételeket, és az ingyenes verziót kell nekünk választani. És akkor, na hát igen, erről beszéltem, ugye? Hát jó, most itt elég feltűnő, hogy van egy gyors telepítés. Hát azt akarja azt a módot, amikor szépen az adott program mindent feltelepít, ahogy ő jónak látja, illetve ahova jónak látja,
minden egyéb esetleg számunkra nem is szükséges programmal, toolbarokkal, egyéb vackokkal. És hát jó esetben van egy egyéni telepítés is. Mondom, itt feltűnő, tehát hogyha nem nagyon kapkodunk, akkor azért ezt láthatjuk, hogy itt van. És akkor itt ez rögtön feltelepít egy mini alkalmazást is. Hát, nem tudom. Annyira én ezt nem látom olyan rettentő szükségesnek, hogy még ez is majd a háttérben tekerje a gépet. Úgyhogy inkább kivenném tovább. És akkor láthatjuk, hogy itt is meg lehet adni egy célkönyvtárat. Akár begépeléssel is, ha nincs kedvünk a tallózással játszani. Víruskeresők per AVG 4. És akkor láthatjuk, hogy itt is vannak további opciók. Hát ez a Link Scanner, ez be fog épülni a böngészőbe. Hát, ja, és itt van ez a Search Shield, meg a Surf Shield. Hát nem mondom, hogy haszontalanok, mert azért hasznosak. De hát vannak esetek, mondjuk lehet, hogy nem kifejezetten az AVG-nél, de vannak esetek, amikor annyira nem hasznosak, illetve nem egészen úgy működnek, ahogy hát nekünk a legideálisabb lenne. Hát ki lehet őket próbálni, de érdemes ezeket megfontolni, hogy mit szeretnénk telepíteni belőlük. És akkor látható, hogy itt van megint az eszköztár, ugye amit toolbarnak hívtam eddig, hát igen, eszköztárnak fordítható. Hát én ezt már próbáltam, nekem ez annyira nem tetszett. Illetve még az eszköztár az még esetleg, de ez az alapértelmezett a keresőnek, hogy beállítsa, hát ez annyira nem volt valahogy szimpatikus nekem. Úgyhogy én ezt annyira nem javasolnám. Jó, hát biztonságos keresést biztosít. Szóval, hogyha valaki ezt szükségét érzi ennek, akkor bekapcsolhatja. Nekem mondom, annyira nem tetszett. És akkor tovább. Telepítés elindult, illetve egészen pontosan ugye a letöltés először is. Ja, igen, és ez a másik, ami annyira nem szimpatikus mostanában, hogy hát nem az egész programot töltjük le, hanem csak egy ilyen hát webinstaller néven is futó dolgokat, ami ugye nem a teljes programot tartalmazza, hanem csak egy ilyen 1-2 megabájtos programot, ami szépen letölti, aztán telepíti a programot. Most ez csak az a gond, hogyha esetleg olyan gépre szeretnénk telepíteni, ami nincs internet, akkor ugye hát probléma lesz akkor ott a letöltéssel. Kicsit trükközni kell akkor, meg kell nézni, hova tölti le, és akkor a letöltött telepítőt, tehát a konkrét telepítőt, ami magát a programot is tartalmazza, nem csak egy ilyen letöltő dolgot, akkor ugye azt ki kell valahonnan szedni, és akkor azt kell átvinni a másik gépre is. Tehát mostanában ez is egyre nagyobb divat lesz. Hát lehet, hogy van előnye, talán az, hogy mindig a frisset tölti le. Hát, hogyha később is elindítjuk ezt a webinstallert, akkor is a legújabbat tölti le, nem pedig egy régit. De hát azért mondjuk nem lenne rossz, hogyha lehetőséget adnának a teljes telepítőre is, ami magát a programot is tartalmazza. Jó, elindult a konkrét telepítés. Addig én ezt közben itt le is állítom, mert szerintem itt nem fog meglátszani az újonnan telepített szolgáltatásunk, ugye a víruskeresőhöz kapcsolódóan. Úgyhogy majd újraindítom, hogyha kész lesz az AVG telepítése. Befejeződött a telepítés, és akkor itt még részt vehetünk a termékfejlesztési programban. Hát én ezt annyira nem szoktam szeretni, úgyhogy inkább nem.
Befejezés. És akkor láthatjuk, hogy el is indult. Éppen frissít. Illetve itt a program ablaka is megjelenik. Hát ja, kapunk egy kis reklámot is, mondjuk ezt el lehet rejteni elvileg. Hát gyakorlatilag talán sikerül, jó. Rendben. És ha most megnézzük az előbbi programunkat, hogy változott-e valami. Hát nézzük meg először az autóstartot. Akkor láthatjuk, hogy itt már bizony belekerült egy ilyen, hogy AVG tray. Ez valószínűleg itt a tálca ikont jelenti. Hát nyilván most azért ezt ne kapcsoljuk ki, mert erre szükségünk lesz, hogyha szeretnénk használni a víruskeresőt. A szolgáltatások, hát itt furcsa módon nem jelent meg. Hát úgy látom, hogy ez a program ilyen szempontból nem valami hatékony. Viszont van egy olyan, hogy MS Config, ez egy segédprogram, ami a Windows-on megtalálható, elvileg XP-ben is ugyanilyen névvel indítható el. És akkor itt megnézzük a szolgáltatásokat. Hát igen, itt azért lényegesen több minden van. Tehát itt vannak az AVG dolgai. AVG, Watchdog. És van itt még elég sok minden, hát ezeket azért csak úgy állítsuk le, ha tudjuk, hogy mit csinálunk, mert ezzel esetlegesen a Windows működésében zavarok keletkezhetnek. Viszont ha feltelepítünk programokat, akkor időnként azért de rá lehet nézni, hogy mik indulnak el, hogy biztos, hogy mindenre szükségünk van-e. Hát most ugye az AVG, ami megjelent itt, hát azokra nyilvánvalóan szeretnék használni a víruskeresőt, akkor azokra szükségünk lesz. Feltétlenül. Viszont, hogy esetleg olyat találunk, amire nincs szükségünk, akkor azt úgy tudjuk leállítani, hát nem is tudom, mi legyen az. Hát mondjuk nézzük meg ezt, hogyha ezelől kivesszük a jelölő négyzetből a bejelölést, akkor ezzel ezt a szolgáltatást gyakorlatilag letiltottuk, viszont jelenleg azért ez továbbra is futni fog, de elvileg a Windows újraindítását követően ez már nem fog futni. Közben az AVG is küldi az üzeneteket. És akkor gyakorlatilag így ki tudunk kapcsolni bizonyos szolgáltatásokat. Tehát egy szolgáltatás gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy adott programhoz tartozik. Lényegében egy program, ami elindul automatikusan, és a háttérben folyamatosan fut. Tulajdonképpen talán így lehetne egyszerűen meghatározni. Ezekre ugye azért általában szükség van, hogyha egy adott programot szeretnénk használni, de hogyha úgy látjuk, hogy problémák vannak vele, nagyon terheli a gépet, vagy valami, de nem szeretnénk konkrétan letörölni az egész programot, akkor itt kikapcsolhatjuk az adott szolgáltatást. De mondom, ügyeljünk rá, hogy miket kapcsolunk ki. Egyébként van itt egy ilyen, hogy az összes Microsoft szolgáltatás elrejtése. Ha ezt bejelöljük, akkor ez a lista majd újra tölt, és akkor láthatjuk, hogy ami nem Microsoft szolgáltatás, tehát mondhatjuk úgy, hogy nem a Windowshoz tartozik, akkor csak azok jelennek meg itt. És ezek közül hát elvileg már biztonsággal kapcsolhatunk ki dolgokat, magában a Windows működésében nem okoz zavarokat. Esetleg az adott program működésével lesz probléma, ugye nem indul el szolgáltatásként. Jó, hát akkor itt egy alkalmazott, vagy egy okét nyomunk, akkor ez így elmentésre kerül, viszont láthatjuk, hogy a Windows figyelmeztet arra, hogy ahhoz, hogy ezek a beállítások érvénybe lépjenek, újra kell indítanunk a gépet. Tehát ezt megtehetjük ugye most is, de akár később is. És akkor a kilépés újraindítás nélkülre kattintunk.